Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Hát a ma reggelünk gyönyörű volt. Tegnap szakadó eső, mára tele almával a futtató. Tehát mi nekiálltunk egy kis gyümölcsöt szedni. Igazából Arthur szereti nagyon ezt az almát. Ő neki a kedvence, de azért Bence is élen jár ebben, és Lili se veti meg ezt a kis vitamint. Tehát jól bezabáltunk almából, összegyűjtöttünk egy csomó-csomó vitamint, mindannyian. Kaja után pedig szépen lehencserettünk, így a gazda mellé, és figyeltük, kik azok, akik most jönnek, ki jön még a bandába játszani. Miska, Topsi, Bojka, ők jöttek még ma kijátszani velünk. Nagyszerű időben nagyszerűt játszottunk. Topsi pedig Lili feljátszott. Képzeljétek el, megpróbált úgy fölmászni Lilire, mint ahogyan Bencére szokott. No de hát tudjátok, azért ez nem ugyanaz, a Lili az nem a Bence. Hát komoly puncsolás folyt itt, kérem. Lili mindent eltűrt, Topsi pedig mindent elkövetett, hogy a kedvébe járjon. Képét nyalta, fülét nyalta, volt itt, kérem, minden, amit egy kutya megtehet. Volt egy varjunk is. A Lili feje fölül figyelte, mit is csinálunk itt a futtatón. Aztán nekiálltunk sétálni. Elmentünk, körbejártuk a kutyafuttatót, na meg a környéket. Volt itt, kérem, remek pocsolya is. Minden kutya átgázolt rajta. Némi szlopálással átmentünk rajta. Irány tovább, futkározni, ugrálni, játszani. Thank you.
aztán gazdától bekéreckedtünk a futtatóra, mert hogy ott lehet ám igazán jókat ásni. Ebbe a remek homokba nagyon jól lehet ásni. Hát képzeljétek, felváltva ástuk a gödröt. Ha azt mondom nektek, hogy rendesen összekoszoltuk magunkat, ugye elhiszitek. Érdemes nézni a kutyák fejét. Vastagon áll rajta a homok. Váltott kutyáknak köszönhetően gyönyörű, szép gödröt ástunk, és gyönyörűen is néztünk ki a végére. Már majdnem indultunk haza, amikor eszükbe jutott a gazdáknak, hogy itt vagyunk. Tessék parancsolni, lehet kunyerálni, és mi kunyeráltunk, kaptunk is bőven olyan finom jutalomfalatot, hogy az csak na. Nagy munkát követően nagyon jól esett a pihenés, a vakargatás. Jaj, gyerekek, hogy micsoda élet ez a kutya élet. Hát mi ezt nagyon szeretjük. Aztán Topsi fölpattant Bencére, még egy kicsit játszott vele, majd lassan indulhattunk hazafele. Pórázok kerültek a kutyákra, és indultunk hazafelé. Már megszokott, mire hazaérünk az utolsó métereken, már nincs rajtunk a póráz meg a nyakör, tehát szabadon, igazi kutya módjára értünk haza. Aztán beszaladtunk, elfoglaltuk helyeinket, és jól éreztük délelőtt magunkat. Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik!